Asszonyok és férfiak öltöttek szokásos ünnepi viseletet. A Zobor vidékéről összesen 7 településről jött a felvidéki hagyományőrző csoport, akik a városban több helyszínen is bemutatták a Nagyanyám életútja című műsorukat. Aludja, aludja. A vendégek dalokat, verseket hoztak saját régiójukból, és felelevenítették a helyi szokásokat is. Ha kezdem saját magunknál, a nagyszitényi kadarka férfinek, Zobortnál, a regróta sorozás szokásai, akkor a Bodoki asszony kórus a cséplő szokásokat eleveníti fel sajnos szomorú hangvitelben, illetve a gyermeknevelés, a unoka, öregszülő kapcsolat van megemlítve, és talán így sorolhatnám tovább, hogy mi minden az, ami látható, hallható. A hagyományőrzők és Tata városa közt személyes barátságnak köszönhetően lett szorosabb a kapcsolat. Először 3 évvel ezelőtt tettek látogatást városunkban. Én felvidéki vagyok, és Nyitrára jártam főiskolára, és a műsor írója, illetve forgatókönyv írója, Pócsikné Karádi Valéria, az én gyermekkori jó barátnőm volt, meg ő barátnőm, együtt jártunk főiskolára, és ők kértek már 3 évvel ezelőtt is, hogy próbáljak valami lehetőséget keresni, hogy föléphessen ez a zobrajai csoport, és 3 éve fantasztikus élményünk volt, és most megint fölkerestek telefonon, hogy szervezzem meg ezt a lehetőséget, illetve keressünk lehetőséget, és így nagy testvérként jönnek, és mindenkit személyesen ismerünk, nagyon szeretjük őket, és szívesen látjuk bármikor, és folyamatosan. Most már ők is szeretnék, ha mi is elmennénk a versbarátokkal, tehát a kapcsolat az működik. Csak úgy, mint korábban a református gimnáziumban, a produkció a művelődési házban is nagy sikert aratott. A hagyományőrzőkkel a tervek szerint mostantól gyakrabban is találkozhat majd a tatai közönség.